Felvétel, mindenkit sok szeretettel üdvözlök, dr. Benke Attilával beszélünk. Hetedszer, igazából nyolcadszor, csak az egyik az ugye annyira gyenge hangminőségű lett, hogy tényleg wifi-ről kell hozzá, hogy ezt meghallgassa valaki. Ez az én hibám volt, mert akkor ezt az Apover Softot úgy indítottam el, hogy nem volt beállítva, hogy a rendszer hangot is vegye. És a mai témánknál akkor át is adom a szót, hiszen kvantum számítógépet fogunk programozni Pythonban fél órában, úgyhogy a képernyő átadást átadjuk Attilának. Igen, köszönöm, sziasztok! Ezen alkalommal kvantum számítógépek világába fogunk egy kis betekintést kapni. Ki az, aki hallott már kvantum számítógépekről, vagy esetleg foglalkozott ezzel a témakörrel? Tudtok-e róla valamit? Előkerült-e ez a fogalom? Annyit tudunk neked elmondani, hogy a kisfaluban 2013-ban volt egy fényév, amiben részt vettél, és akkor az előadó dr. Bacsárdi László, aki akkor még akkor a Nyugat-Magyarország Egyetem, tehát Soproni Szombathely 32 éves intézetigazgatója volt egy személyben a magyar történetben legelőször egyetemi rektor egyetemben a korban, és ő ezekkel foglalkozik, kvantum távközléssel szó szerint. Ebből is doktorált talán, de nem tudjuk, azt se tudjuk, eszik vagy isszák, úgyhogy égünk a vágytól, hogy hallgassuk. Nagyon jó, akkor pont egymásra találtunk, mert én el tudom nektek mondani az alapokat. Az a helyzet, hogy ez egy olyan témakör, ahol vannak bizonyos szintek, és az a helyzet, hogy vannak, akik hallottak már róla, van, aki tudja, hogy mi az a qubit például, de ahogy megyünk bejebb és bejebb ebbe az igazi dzsungelbe, úgy egyre több és több ismeret szükséges különböző tudományterületekről, fotonfizika, atomfizika, kvantummechanika, én sem ismerem ezt, meg igazából senki nem ismeri olyan szinten, hogy mindent tudnánk. Most a világ ismerete, körülbelül azt fogom megmutatni, hogy mi az, ami olyan ismeret, ami már működik igazi kvantum számítógépen. És szerintem az még úgy talán még érthető is, közérthető mondjuk így. Amiket szeretnének csinálni ezekkel a kvantum számítógépekkel, az ott rengeteg kísérlet, kutatási témakör van, azokat nem tudom elmondani, így 10 percben közérthetően. Viszont egy ilyen alapozó betekintést, hogyha valaki legközelebb megkérdezi tőletek, hogy mi az a kvantum számítógép, akkor nagy vonalakban fogtok tudni rá válaszolni. Bocsánat, csak a kislányom is most idehaza van. Nos, tehát én most levenném a kameramnak a megosztását, és megosztom az asztali képernyőmet. És szóljatok, hogyha látjátok. Halló, látható? Visszaigazolva, egyébként a Qubit egy nagyszerű tudományos oldal. Őket én rendszeresen olvasom. Ó, szuper. Nos, csak így egy ilyen betekintés jelleggel, tehát elnézősen nem készültem diákkal, mert nagyon belemélyedtem egy kvantum számítógép szimulátor programnak a programozásába, így a szabadidőmben, de majd megnézzük azt is. Na, tehát a kvantum számítógép egy olyan eszköz, ami úgy végez számításokat, hogy kvantummechanikai jelenségeket használ, mint a kvantum szuperpozíció és a kvantum összefonódás. Tulajdonképpen olyan környezet kell hozzá, azt tudjátok, hogy a világűrben milyen hideg van? Hogy hány fok? Megvilágítástól függően, de olyan mínusz 150 plusz 150 között, ugye akár a két oldal egy tárgynak. A leghidegebb részein az űrnek, az az... Körül. Hát mínusz 270 fok. Nulla Kelvin körül. Mínusz 270 fok körül van. Ez a háttérsugárzástól adódó ilyen alap hőmérséklet van. Na most a kvantum számítógépeknek a működéséhez hidegebb szükséges, mint a világűr. Tehát a világűr hidegénél is hidegebbbe fogunk belemenni, ugyanis abszolút nulla fok körül kell folyamatosan hűteni ahhoz, hogy üzemeljen. Ez egy nagyon érdekes dolog.
A vezetékezés a coax kábelekkel történik, és tulajdonképpen egy szupravezető tulajdonság, és ezért kell az nagyon alacsony hőmérséklet, és mikrohullámú impulzusokkal vezérlik, és a kimenő jelek pedig ezeket tulajdonképpen értelmezni kell, ezért kvantummechanikai ismeretekkel rendelkező operátorok értelmezik. Ebbe a részébe az értelmezésbe is bele fogunk egy picit menni. Na most ugye a múltkori előadásban nagy vonalakban áttekintettük azt, hogy hogyan is működik a számítógép, amikor például bekapcsoljuk ugye a számítógépet, és akkor elindul a bootolási folyamat, a bootloader, az operációs rendszer hogyan töltődik be, mik az alapvető működései egy valós üzemmódú programozásnak, gépi kódban. Most, amikor ugye ott programoztuk azokat a regisztereket, akkor tulajdonképpen biteket állítottunk. Nulláról egyre, egyről nullára, de tulajdonképpen regisztereket állítottunk. Na most az van, hogy a kvantum számítógépnél pedig ott kvantum bitek, vagy röviden kubitek vannak, aminek nagyon speciális, érdekes tulajdonságai vannak, amiket lehet használni tulajdonképpen arra, hogy nem csak tehát egy kvantum bit az ugye nem csak nullát vagy egyet jelent, hanem ennek a két értéknek a szuperpozícióját is, és tulajdonképpen végtelen számú állapotot tesz lehetővé, és ezeket a kvantum biteket ugye logikai kapukkal manipulálják, majd ilyet is fogunk nézni. Tulajdonképpen a kvantum szuperpozíció nagyon érdekes elv, aminek a hatékonyság, az értelme az, hát most ha meg kéne satszolni, egy olyan 50-60 qubit fölött jön ki igazán. Amilyen kvantum számítógépeket építettek, ugye, most elsősorban az amerikaiakat fogjuk nézni, de egyébként a Kína is épített kvantum szuperszámítógépet. És úgy kell elképzelni ezt a dolgot, hogy hát ha egy körülbelül 8 bites, 8 kubites kvantum számítógépről, hogyha arról van szó, akkor azt kell mondjam, hogy egy hagyományos számítógép tudja szimulálni. Erre fogunk nézni egy példát is. Tehát ott még nem jelent, tehát ott még nincs kvantum fölény, hanem ott még azt mondhatjuk, hogy kb. Egy szinten van a kettő, persze sokkal gyorsabb, de akkor is lehet szimulálni. Na most, hát olyan 50, 60, 64, 65 qubit, illetve ezek fölött, hogyha azokat szimulálni kellene, ugye ezeknek a szimulálásához memória szükséges, byte, és annak egy ilyen 60 qubites fölöttinek a szimulálásához már több byte kellene, mint ahány atom van a világegyetemben. Hoppa! Tehát Hoppa, 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 ez igen. igen. Na most ez az előnye. A hátránya viszont az, hogy nem tudom, hogy itt talán az amerikai oldalon lehet, hogy van. Na igen, majd ezt is megnézzük, ezt a Azt a kubitet. Terminátor alapján el tudjuk képzelni, tehát azért a mínusz 273 az elég mocerás. Igen. Na most az van, hogy ezek a hardverek, ugye a 2019-ben Google azt állította, hogy ők már elérték ezt a kvantum fölényt, amiről most beszéltem az előbb. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ott tartanak most, hogy már nem lehet követni azt egy hagyományos klasszikus számítógéppel, amit azokon a gépeken végeznek. Tehát azokhoz meg kvantum számítógép kell. Na most, és gondolkozok, annyi felé tudnánk menni. Például itt ezt még megnézhetjük, hogy itt vannak ezek a, tehát ez egy qubit, ugye, és alapból ugye, tehát ez egy vektor. Látjuk, hogy nulla origó, és most itt áll nullában. Hogyha megfordítjuk, akkor pedig ugye egyben áll, és XY irányba is el tud térülni,
nem szeretnék ezeknek a részletezéseibe belemenni, mert az nagyon sok idő lenne, de alapvetően így szokták ábrázolni azt, hogy az adott qubit milyen pozícióban van. És még amit akartam mondani, hogy ugye hűtik, meg különböző, tehát mikrohullámú impulzusok, stb. Az a helyzet, hogy megpróbálják ezeket a qubiteket egymástól távol szeparálni, de még így is van egyfajta áthallás, tehát amikor az egyiket állítják, a másik is átállítódhat. Éppen ezért tulajdonképpen hibák, tehát egyfajta kvantum zaj keletkezik, tehát zajos lesz a történet, és szeretnék is erre egy példát mutatni, hogy megértsük, hogy miről is van szó, egy egyszerű példán. Itt van ez a pcokulár.com, ez egy honlap, ezt én készítettem, és itt le tudjátok tölteni, felraktam ide egy kis kvantum szimulátor szoftvert, amit én programoztam, és ezzel meg tudjuk nézni, hogy az alapvető működést. Tehát most nem ezeket a nagyon bonyolult dolgokat, amiket az IBM is csinál, csak az ilyen alap dolgokat. Na most az, hogy ezt ugye itt csináltam ide egy infót, hogy hogyan kell ezt installálni. Hát ugye most QEMU-t fogunk használni, ne kelljen újraindítanom a számítógépet, mert akkor ugye a Messenger hívás is megszakadna, de alapvetően egy ilyen kis programot készítettem. Most ezt ki kell csak másolni. És Total Commanderben, hogyha feltelepítettük ezt a QEMU-t, akkor itt nyitunk egy CMD-t, illetve Linuxon meg ugye a konzolt, és akkor ezt ide bemásoljuk. Arra kell figyelni, hogy az a disk image, amit betöltöttünk a honlapomról, ugye a download fülön, azt unzipelni kell, ki kell csomagolni, és be kell tenni egy könyvtárba. Tehát itt a PC Okulár, D meghajtó PC Okulár könyvtárába raktam a disk image-et. Hogyha valaki máshova rakja, akkor ezt kell átírni hozzá. Egyébként Linux alatt meg ezt, hogyha belerakjátok, akkor... Ne keverd be őket Linux-szal, itt igazából most mindenki Windows-ozik. Jó, szuper. Na, akkor itt nyomunk egy Enter-t, és akkor Nem elindul a... szuper, de ez van. Mert az oktatásból adják Nem, ingyen. ugye így egyszerű, mert Örülünk, ha a Windows-t akkor... megtanulják. Jó, na, tehát itt van ez a kis kvantum szimulátor, amit készítettem. Most bele fogunk zoomolni, hogy nem tudom, fölvételen annyira látszik. Azért olvasható, ugye, Olvasható. nagyjából? Na most az van, hogy hát ez még nagyon egy kezdetleges változat, 3 nap alatt raktam össze. Tehát 8 szimulált qubit van, és egy error probability, tehát egy hiba valószínűség, ami 10% mondjuk. Egyébként ennél kisebb szokott lenni, de qubitenként eltérő. Tehát azt hiszem egyébként, hogy amivel elérték a kvantum fölényt, ott az egyik qubit az nagyon zajos volt, és annak ellenére is sikerült neki. Mindegy. Itt most mindegyiken ugyanez a 10% van. Hát egy not, egy tagad kaput szimuláltam le eddig. Az egyszerűség kedvéért, tehát hogyha tehát a nullás qubit az nulla, akkor átállítja egyre. Hogyha mondjuk az X7-et adjuk be, ugyanúgy, mint ugye emlékeztek az előző alkalommal, amikor gépi kódokat Igen. tanulmányoztunk, hát most itt bele kell írni ide a promptba. Na most... Nyilván itt Graphical User Interface nincs, itt dolgozunk, de a PC működik. Igen, tehát ugye Q7 az 1, Q7, tehát ha Q7 1 volt, akkor az nullára állítja. Na most, tehát hogyha X... és mondjuk eltállítjuk a nullásat, akkor látjuk, hogy most ugye ez az M, hogy measurement, tehát itt most lemértük. Ugye az van, hogy a qubiteken mindig méréseket kell végezni, ide egy picit kapcsolódik az a macskás doboz
hogy életben van a macska, vagy nem, akkor tudjuk meg, amikor kinyitjuk. Csak itt ugye Schrödinger macskája. Schrödinger macskája, igen. Csak ugye az a kérdés, hogy vajon a mérésünk jó volt-e, illetve a beállítás az jól sikerült-e. Na most annak eldöntésére mit lehet tenni? Hát végzünk még egy mérést, de lenyomjuk az M-et, akkor még egy mérést végeztünk, hoppá, itt látjuk, hogy még mindig ugyanaz az eredmény. Hát erre már azt mondjuk, hogy jó, lehet, hogy akkor tényleg, vagy esetleg annyira nagyon véletlenek egybeesése, hogy megint rossz volt a mérés. Még párszor lenyomjuk ezt az M-et, akkor látjuk azt, hogy ugye sorozatos mérések igazolják azt, hogy igen, a kubitünk az egyes pozícióban, egyes pozícióban van. Itt mértünk egy nullát egyébként. Tehát ez a kvantum statisztika, ez úgy működik, hogy... Várjunk, ezt a mértünk egy nullát, azt magyarázd el, hogy ez most mivel különbözik? Abban különbözik, hogy itt látható, hogy statisztikailag, mivel a mérések sorozata azt igazolja, hogy 90, mit tudom én, hány százalékban, 95%-ban mondjuk az érték 1, és csak 5%-ban 0. A hiba aránya, mit ott fölül Igen, megállapították. tehát tulajdonképpen 95%, hogy 1-ben van a qubit. És 5%, hogy 0-ban. És ugye nyilván minél több mérést végzünk kell, annál pontos Na de csatot, hát akkor... ezek itt az egyesek, itt van egy olyan, ami fura ahol 1000, és utána persze nem így kell ejteni, 1000 van egymás mellett Igen, a tehát itt balról. ebben az esetben az egyes qubitet jól mondhatni 95%, hogy jól mérte le, és ez a qubit 0, qubit 1, qubit 2, qubit 3, qubit 4. Tehát a qubit 4 mérésénél itt történt egy mérési hiba. És azért mondom hibának, mert ugye az előző értékeknél 0 van. Azok jók, azok jók. Tehát azok jók, itt történt egy mérési hiba. Na most mondjuk azt, hogy a többit is elterítom egyre. És végzünk néhány mérést, és akkor láthatjuk azt, hogy például ugye tehát ez a nyolcadik bit, ez a Q7, ugye azért, mert nullától indulunk, nullától hétig. Tehát ez a nyolcas bit, ez hát elég esélyes, hogy ez egyesre be van állítva. Mert elég sok mérés után arra a következtetésre jutottunk. Ugye? A Hogyha... 7-es szám az a 8-as bit, ugye? Mert Igen. nullától indul, igen. Mert nullától indulunk, igen. Tehát ez a nyolcadik bit, a Q7. És akkor, hogyha még egyszer lenyomjuk az X7-et, akkor ugye egy mérés, és utána rögtön elvégzünk egy mérést, akkor azt látjuk, hogy oké, visszaváltott nullára, tehát jó, vagy rossz a mérés. Azért kell még egyszer ilyenkor mérni. Mit nyomsz? X7-et és Enter? Vagy mit nyomsz ilyenkor? Vagy mit? Ctrl-V-zel? Ctrl-V, Enter? Csak a karaktereket nyomom le. X-eket, X7 és De nem M-be. gépelsz ilyen gyorsan, hanem Ctrl-V, Enter, nem? Tehát ugye Ctrl-Z-et, Nem, ez azért ilyen gyors, ez azért ilyen gyors, mert ez, itt írom is, hogy miért ilyen gyorsan működik, mert ez tulajdonképpen egy bármetál exokernel operációs rendszeren fut. De nem, a te kezed ez mit csinált közben, miközben ezt mutattad? Tehát Ctrl-Z, Én csak lenyomom az Shift-Z-et M. Hát próbáljátok ki nyugodtan, itt innen le tudjátok tölteni. Itt látható, hogy én vagyok a szerző, szóval nyugodtan. Kés. De azt nem értettem, hogy olyan gyorsan mennek be a karaktereid, tehát a 8 bited. Ja nem, nem, nem. Nem, nem gyorsan megy be, hanem én lenyomom az M betűt, de aztán... Mi az M? Ja, M mérés, betűt, és measure. Akkor elvégzi a mérést, és kiírja azt, hogy hol... Most... És az utolsót írja ki, tehát a 8-as bitet? Mert ugye eddig, amikor, mert Jó. hogyan mentél át itt a 2-es, 3-astól a 7-esig? Várjál, úgy irányítom, jó, és akkor megnézzük még egyszer. Tehát... Én tényleg érteni is akarom, mert hát meg is Persze. tudom mutatni. Egyébként, ha ezeket megérted, akkor utána már az igazi gépen mert is ebből. A zoomok, a zoom in Ctrl Alt pluszokat nyomogathatsz. Jó. Tehát. Most le fogok nyomni egy darab M betűt, jó?
Tehát három, kettő, egy, Szóval most. ezeket narrált, hogy mit csinálsz. Te embetűket nyomogatsz, értjük, és akkor Még azt egyszer megnyomom, még egyszer kiírja. Még egyszer megnyomom, még egyszer kiírja. Hoppot, hoppi, mérő. Ilyenkor a Mérő. nullás bitet írja ki, nem? Alapból. Ilyenkor melyiket írja ki alapból? Ez a Q0, ez a Q1, Q2, Q3, Aha, Q4, így stb. van Ez a Q7. feltöltve. Tehát, igen, alapból 0-0-ról indítottam. És akkor az utolsó bit, Az 1, hiba. ez egy hiba. Ezt a hibát is bele kellett programoznom, hogy így legyen, de mindegy. Jó, hogyha lennének másfajta kapuk, másfajta kapukat is megnézzük majd, akkor azok más irányba is el tudják téríteni az irányvektorát a Ja, qubitnek. not, xor, Hát, stb. hát itt ilyen Hadamard kapuk vannak, de majd azokat is meg fogjuk nézni, jó? Ez érthető-e, vagy itt még csináljunk egy-két feladatot? Mert Azt ha hiszem, érthető, azt hiszem, hogy ez érthető? a része így most akkor jó. Én azt nem értettem, hogy a measure-ökben hogyan mentél a 2-től el a 7-ig. Tehát ugye ott Ha láttam, lenyomom hogy... az M betűt, akkor az összes bitet lemérem. Igen, de Tehát ott most neked ott már voltak új sorait, hogy X2 véggel, X3, ja, azt X4, én X5. írom be, tehát hogyha most így akármennyi, tehát itt most nyomom az M-et, akkor folyamatosan méri. Mér, igen, és ott mit írtál be? Benne, most elengedtem az M-et. Most nyomok egy X-et, akkor X-et. kiírja, hogy X, utána nyomok egy mondjuk kettőt, Ja, ezt írtad be. akkor utána megpróbálja átállítani ugye a harmadik kubitet Na, na elengedett ezt kellett részről. elmagyaráznod még egyszer, ez valahogy nem esett le nekem. Tehát ugye Aha. nullától számolunk, tehát ezzel átállítottuk az értékét, nyilván egyről nullára, nullára egyre, tehát végül dipoláltuk Hát megpróbáltuk átállítani. antipólusra, igen, és ezt látjuk Már is. 10%-os a hiba. Utasd meg akkor a harmadik bitet ott. Ja, Nulla, tehát hogy tehát melyik a harmadik bitet rá, az tehát egeret ez a a hét. nulla, ez az egy, ez a kettő, Az a második bit, a így van. harmadik. Igen. De várjál, te az elsőt nem álltottad át. Nem az eredetleg, akkor az hogy ott egyes? Azért, mert ott egy mérési hiba volt. Az egy mérési hiba, ugye? Jó, most már Tehát értekezzük. mindegyik bit esetén Ha most nyomsz mérési M-et, hiba lehet, van. hogy onnan el is fog tűnni, és csak ugye 1-0-0-1 lesz, ha most M-eket nyomogatsz. Most nem tudok M-et nyomni, mert ezt úgy nem programoztam be. Tehát ha benyomod az X-et, utána mindenképp kell egy értéket választanod. Ja, És tehát az előbb kimentél belőle mégis, amikor az X7-ig most eljutottál. most már nyomhatom az Ja, M-eket. értem, az X2 után végig mened X7-ig, ja. Bocs, két napom volt rá, és nem csak De ezzel most már foglalkoztam. értem, mert látom, hogy itt hogy az elsőnél még Igen. a kettesnél előtt még a második, tehát a harmadik, ami egyes értékű volt, előtte volt egy hiba, most viszont itt már nincs. Igaz, hogy van máshol. Igen. Igaz, hogy van máshol. És ez a szimulátor, ez mindegyik kubiten ugyanazokat a hiba arányokat szimulálja le, tehát ez 10%-ot. Az igazi gépen eltérő és kevesebb. Tehát mint van, ahol 1,5%, van, ahol 0,05, van olyan kubit, És ahol ez így még jó, tehát hogyha lesz 3%. olyan kvantum számítógépünk, ami 100-ból egyszer téved, vagy 200-ból egyszer téved, ez jó lesznek. Na most az a helyzet, hogy mi mindjárt megyünk tovább, és Végül is megnézzük várjál, a... jó lesz, mert ugye azt az eredményt írja ki, ami statisztikailag a legtöbbször jött ki neki. Tehát Igen, na ugye most ott is igen. átlagolhat. Igen. Tehát ezt az a helyzet, hogy a kvantum számítógép annyi mindent csinál párhuzamosan, és van ugye a kvantum összefonódási elv is, ugye a kvantum szuperpozíció elv, nagyon sok minden van, amit egy szimulátornak egyenként meg kell csinálnia. És ez miatt lassú, mert hogyha tehát beállítunk valamit, és utána akarunk mondjuk 1000 mérést elvégezni, például akkor ugye, hogy kijöjjön valami normális statisztika, normális vagy pontos értem, akkor ugye az egy szimulátornál nagyon sok idő, amíg azt kiszámolgatja. És azért akartam azt, hogy ezt a szoftvert, ezt egy Exocernel-re fordítottam le, a Barmetal OS-re, mert ugye a Barmetal OS az nagyon, tehát maga az operációs rendszer nagyon kevés
energia, vagy a erőforrást veszel a applikációtól, Ez neked hanem így az hányadik app. OS-ed? Ez neked a 20. 30. életedbe? Hát nem tudom, elég sok. De a Bare Metal OS-t azt nem én írtam. Nem úgy értve, hanem amit megtanultál kezelni, használni, ugatni. Ja, hát ez Mert ugye már minden, élet. még csak belenéztél, hát ez a 20. Hát, 30 körül mondjuk. Azért mondom. Annyi van, hogy ez nem tisztán a Bare Metal OS, mert assemblybe bele kellett nyúlnom egy-két helyen, hogy leforduljon a programom, mert a lemezek, tehát amikor az volt, amikor betöltődik a Bare Metal OS, 4K-s, tehát 4 kilobájtot tud csak betölteni, ezt át kellett írnom 8-ra, mert az enyém egy picit több, mint tehát több, mint 4 kilobájt, és nem értettem, hogy miért nem működik, aztán kiderült, hogy az operációs rendszer a lemezről nem töltötte be az egész szoftvert a memóriába. De mindegy. Most ez kicsit... Tehát nagyon sok felé tudnánk menni, nagyon mélységekbe, de egyrészt én sem tudok mindent ezekben, másrészt meg ti is nyugodtan nézegessetek utána. Várjál, egy kaput, hé, ne lép, kiléptél, mindegy. Jó, megnézzük, igen. Egy plusz kaput, még valami, amit érteni tudunk, egy és kapcsolást, nagyon nehéz lenne össze, Ctrl Alt plusz plusz plusz. Egy és kapcsolást nehéz összehozni, ugye te csinálsz teljes képernyőt is ezen. Igen, csak nem tudom, azt látjátok-e? Ezt így látjátok? De és így, ha most Ctrl Alt plusz plusz plusz, akkor nem működik? A nagyítás? Nem. Hát akkor az előző méret az jobb volt, akkor ott nagyon olvasható volt, már a videó miatt. Ctrl Alt plusz plusz plusz. Egyébként néha elkapja, tehát Most hogyha jó. belekattintotok, akkor eltűnik az egér, de ha lenyomjátok a Ctrl Alt G-t, akkor előjön. Aha. A Egy Ctrl és Alt F-tel kaput, lehet. hogy egyik és a másik kell hozzá. Az nagyon nehéz, vagy valami, tehát most Hát egy itt... not kaput láttunk. Azért Igen. egy és kapu azért az egy logikai szinttel följebb van egy levél. Meg fogom majd csinálni, csak Jó, most legközelebbre ahhoz házi fel, hogy csinálsz egy olyan videót. Oké. Okay. Akkor annyi arrendszer kéne azt mondd elindítani. el ebbe, hogy ez nekünk azon, mire lesz jó? Arra, hogy lesz Terminátor? Meg Skynet? Nem, de hogy is. Meg, mert én nem tartok tőle, én mindig abban azon a párton voltam, hogy én a géntechnológiától jobban tartok, mert az élő rendszerek jobban kiszabadulhatnak az irányításunk alól. Nekem mindig az volt a véleményem, hogy mivel az ember hisztérikusakat is dönt, ezért egy igazi csekás orosz kommandós azért elég sokáig le fogja még győzni az MIT-nak milyen Atlas, vagy hogy hívják a robotját, amelyik szaladgál, meg ugrál, meg átugorja a székat, meg szaltózik. Tehát, hogy azért egy darabig még azért nem lesz ott a mesterséges intelligencia, hogy legyőzze az emberi intelligenciát. Hát ez igazából, tehát az a helyzet, hogy a kvantumszámítás technika az most tartott, mint ahol régebben voltak ezek a mainframe-ek. Tudjátok, az időszak... Neumann idejében, igen, kicsit idejében. tovább. Igen, tehát most vagyunk Neumann idejében, kvantumszámítás technikában, ja. De annyira, hogy ezekhez a kvantum mainframe-ekhez ez lehet hozzáférést is kérni. Majd ezt is meg fogom mutatni nektek. Meg is mutatom, hogy egy az egybe, jó? Tehát az IBM-nek van egy ilyen Quantum Experience programja, és az van, hogy tehát ide be lehet jelentkezni, és nekik vannak itt például, itt mutatja, hogy melyik kvantum számítógép online, tehát például ez a Santiago, ez most online, Santiago-nak van 5 qubitje, viszont amennyi munkát beküldtek, az 4370 feladat. És hogyha én most programozok egy kvantumprogramot, és azt beküldöm a Santiago-val, akkor lefuttatja ő a 4370 feladatot, és utána jön a miénk. Tehát azért mondom, hogy most vagyunk ott, mint régebben, ugye, amikor be kellett kéreckedni, hogy ő most szeretne a számítógépen futtatni valami programot.
Hát itt is ugyanez van. Ugye Athens, itt is 4000 körüli feladatok száma. De például itt ezért viszonylag új, ezt írja is, hogy ez most már available, de erre lehet, hogy le is fogunk csapni, mert itt csak 52 feladat van, 32, és egyébként az IBM-nek is van kvantum számítógép szimulátora, aminek ugye 32 kubitja lehet maximum, de ez beállítható, hogy mennyi, és itt csak 31 feladat van. Tehát ezt a szimulátort is ki tudjuk próbálni. Ez eddig követhető? Igen. Jó, szuper. Én itt Na, vagyok, és figyellek. úgy van, hogy ugye van ez a Systems and Simulators, hát egy Falcon processzor, és 5 qubittel, tehát ez például Melbourne ugye 15 qubit, igen. Na most, tehát ezek, amiket ugye ki lehet itt próbálni, ezek nem 60 kubitesek, de azt kell tudni, hogy azok a nagyon nagy kubit számúak, amivel el lehet érni a tényleges kvantum fölényt, azok még annyira kísérleti fázisban vannak, hogy azon még nem tudunk futtatni, csak úgy, hogy akkor most így online beküldünk valamit. De majd előbb-utóbb azok is meg fognak majd jelenni, itt a nagyobb kubit számú processzorok. Jó? Viszont egy szimulátoruk nekik is van. Hát akkor menjünk tovább. Vannak ilyen, itt láthatók a jobsok, ezek a feladatok. Hát 5 nappal ezelőtt így próbálgattam egy-két ilyen programot a szimulátoron is, meg az igazin is, és azt szeretném nektek most megmutatni, hogy azok hogy vannak. Van a Circuit Composer. Most lesz előnyös, hogy ugye megnéztük a PC okulára, hogy ezek a bitek hogy vannak. De és itt láthatjátok, ez a Q0, Q1, Q2. Q-ban És... kubitek. Igen, tehát ez a Q0, Q1, Q2. Ugye, ha ezt itt megértettük, akkor ezt is fogjuk Az első érteni, hogy ez egyes itt az a nem Q0. számított, mert az nyitott, ugye? Tehát azért nem számított, ugye? Mert ugye én láttam, hogy mindig az első nullától vetted, hogy az összes üres. Itt van egy, hát, Mert tehát így a szokták nyolc darab jelölni. nulla számított. Ez csak egy vonal. Az Ez nem csak egy vonalok. egyes. Ó, oké. Measurement, és akkor vonal, és Ja, akkor én bitek, és nekem ez ugye a... ebbe a felbontásban az én szememmel ott egyesnek tűnt, akkor most még jobban értem. Igen, De azt jelenti, mert elfogadtam, hogy a így. 8-0 az ugye a Vonal. 8 bit, 8 kubit. Jó, lehetne így is írni, hogy egy nulla, és akkor zárójellel, de azt nehezebb reprezentálni ilyen formában, itt Hát ez lehetne, így de... nagyon jó, hogyha az ott egy vesző, akkor meg pláne. Igen, tehát ez egy csak egy vonal, és akkor utána ez. Tehát itt látható, hogy itt például 2 nulla van. Itt van 0-1, 1-0, és itt ahogy... Tehát ez ennek felel meg. Jó? Oké. És akkor... Tehát ide föl tudunk venni még biteket, hogyha most ugyanezt meg akarnánk csinálni, ugyanezt, akkor ugye fölveszünk 8 bitet, tehát akkor 0, 1, 2, Egészen elmészerítik a fiók. 3, 5. Ja, itt már nem tudja a Spears. Jó, Ja, akkor ez csak vagyunk 6 le. bites, Legyen 6 4. kubites, ja. Nulla. Hát akkor 5-ig engedted legyen tovább? akkor Q3, és akkor 1, 2, 3, 4. Jó? Na, talán akkor Igen. ezzel se lesz probléma. Na most a mi szimulátorunkban ugye úgy volt, hogy tehát X 0, és az az ő betű, tehát úgy, ez a régi keyboarddal van, ami 9-es után van a 0, és nem az 1-es előtt. Ja. Ugye kipróbáljátok, akkor majd ott van a 0. Na, tehát ugye X 0, akkor átállított ezt 1-re.
Na most itt az X0, ezt úgy kell bevinni, hogy ez a kapu, ez a NOT gate. Ugye ez a Hadamard gate, Megállod. mert a... Igen, tehát tulajdonképpen most ugye így áll, és hogyha ezt ide rakjuk, akkor, tehát most úgy fordítom, hogy lehessen látni, tehát akkor fordult be ez itt egybe. Érthető? De ez csak szimulátor, úgyhogy azért Így van a az. gömbfelszín miatt mennyi értéket vehet föl? Igen. Hát, tehát ez most 4 biten, és beállítottuk a Q0-át egyre. Hogy azért írja azt, hogy a probability van, tehát itt van a measurement probability. Hogyha ide megyünk, és itt nyomunk egy M-et, Melinda, légy szíves, azt vidd ki. Jó, köszi. Tehát, hogyha bocsánat, tehát hogyha nyomunk egy M-et, akkor az egy measurement, ugye? Ezt Igen. látjátok. Szuper. Most az, itt, az IBM-nek a szimulátoren az úgy van, hogy itt van a measurement probability, és ő már kiírja a százalékokat, és úgyhogy mintha ez nagyon sokszor lehet volna futtatva. Egyébként itt van egy visualization seed, amivel lehet egyébként a szimulátornak valószínűségi instrukcióit kicsit szídelgetni, mint a random number generatornél. Tehát beállítható a seed is. De mindegy, most nem akarok nagyon elmélyedni ezekbe, csak Meddig egy jutnak ennek nagy az alapot. amatőrök ennek a felületnek, amit most mutatsz a használatában? Tehát ha milyen dolgokat tudnak vele gyakorlatilag demonstrálni, bemutatni, meg fel tenni? Hát, tehát Hol vannak? ezzel a... Láttál esetleg erre videókat, hogy ezen a felszínen, az IBM-nek ezen a nyújtott felszínén, mit tudom én, tehát ezek az összetettebb logikai kapukat, vagy miket próbálgatnak ki az emberek? Mindjárt megnézzük azokat is. Tehát van nekik egy ilyen komplet algoritmus könyvtáruk. Csak azért akartam így az alapoktól, hogy nagyjából azért egy-két Elég, ha dologat is. szóba elmondod, nem kell megmutatnod, hogy tehát mire használják ezt, mire fogja használni a jelen, a jövő. Hogyha, tehát most mondhatnék sokféle tudományos dolgot, de most inkább valami egyszerűbbet mondok. Hogyha létrejön egy olyan kvantum számítógép, ami előbb-utóbb létre fog jönni, tehát ez a több kubites, és akkor úgy kell elképzelni ezeket, hogy van az alaplap, és akkor lesz majd ugye, mit mondtam az előző alkalommal? Az előző alkalommal mondtam, hogy az alaplapon ugye a legfontosabb a processzor, meg mellette a BIOS, meg a memória, mert azokkal már lehet kezdeni valamit, ugye. Itt úgy kell majd elképzelni, hogy lesz ugye az alaplap, az alaplapon lesz egy processzor, lesz ugyanúgy memória, meg BIOS, meg ilyenek, de a processzor mellett lesz a kvantum processzor, amin lesznek a kvantum bitek. És annak ellenére, hogy sima számítógépként tudjuk majd használni a kvantum számítógépet, benne lesznek a kvantum bitek is. És a kvantum bitek tulajdonképpen olyan képességűek lesznek, hogy tehát a jelenlegi nyilvános és titkos kulcsú kódolás ugye a prímszámokon alapul, de ezt is majd egyszer elmesélem nektek. Tehát tulajdonképpen az ilyen bankkártya adatok, Igen, meg igen, igen. számok, Arról teljes. hallottunk, meg azt a könnyű utána olvasni a prímszámok úrnak. Igen, úgyhogy lehúzza a leplet ezekről a dolgokról, és nagyon könnyen ki fogja tudni számolni azokat a kulcsokat, amikkel fel lehet törni Várjál, de tulajdonképpen ez nem ezeket. jó. Hát most a hackereknek föltaláltunk egy technológiát, ezzel nem lesz előbbre az emberiség. Ez nem erre fogjuk használni. Ez Nem valószínűleg erre. az önvezető autóhoz például ez kell majd igazából. Van egy lista ugye arról, hogy mikre lehet használni. De Hát itt a nyilván listán ugyanaz lesz, mint a rendes számítógép, hogy egy van. univerzális. Tehát ugye benne volt a Neumann elvekben, hogy univerzális. Igen, és itt a kriptográfia, de ugyanúgy egyébként a kvantum kriptográfia majd a másik oldalon is föl fog fejlődni. Tehát nem az lesz, hogy most akkor a Hát jó, egy állandó verseny lesz, mit mint a tudom én. vírusok meg a fejlesztés, vakcina Igen. fejlesztés között.
Igen, ez az egyik, ez az egyik. Ez a kriptográfia, ez is egy érdekes dolog. Másik ugye a kereső algoritmusok. Tehát olyan kereső algoritmusok, tehát felgyorsítja például a keresést is. Aztán a kvantumrendszereknek a szimulálása, hogy kvantum állapotban, ugye mivel ténylegesen hozzáférünk ahhoz, hogy az adott kvantum állapotban mi történik, ezért ugye ott helyben tudjuk szimulálni is ezt. Aztán a kvantum hűtés, optimalizációs problémák, aztán ugye, amit te is említettél, az a gépi tanulás, az a quantum machine learning, de mindezekhez tehát ugye írja az obstacles is, tehát itt még nem tartunk, hogy most akkor ezt egy-ez egybe lehessen ezekre a dolgokra Persze, ezek alkalmazni. tervek. Nem, igen, tehát mondom, hogy ott vagyunk, ahol a Frame, klasszikus még számítógépeknél a frame-ek esetében mainstream. ugye jött Igen. Neumannal. És ezt is ingyenessé tették, Jó, hogy akkor... Neumann is, pedig mondták, hogy Neumann védesse le, de akkor nem fejlődött volna így. Hát igen. És tehát ez például a NotGate, akkor ezt most már, tehát hogyha ide rakok mondjuk kettőt, akkor tudjuk, hogy mi fog történni, 0011. Ugye 0011. Na most egy másik kaput is szeretnék még megmutatni nektek. Egy pillanat. Na, mindegy. Ugye, hát itt akkor visszakerülünk az eredetibe, de tehát ez a Hadamard kapu, hogy ez mit csinál ez a Hadamard kapu? Ó, ezt igen. Ez a Hadamard kapu, ez azt csinálja, de szerintem mindjárt nyitok egy újat. Ugye mondjuk az, hogy... Ez is ezt lesz. Szerintem biztos az én számítógépemmel van valami gond, mert na most jó. Oké. Tehát ezt leveszem, és akkor marad, tehát Q0 és Q1. Tehát ez a Hadamard kapu, ez úgy fordítja be a kvantumbiteket, vagy hát ezt az adott kvantumbitet, hogy annak a valószínűsége, és itt lesz jó, hogy ugye visszaemlékszünk, hogy sokszor nyomtuk az M-et, és akkor utána nagyjából besatszoltuk a valószínűséget. Igen. Annak a valószínűsége, hogy a Q0 az egyben lesz, hogyha mérjük, mert mindjárt mérés még nem raktunk rá, de majd mérni is fogjuk, hogy a Q1-et lemérjük, akkor 50% a valószínűség annak, hogy null állapotban lesz, és 50% az esély, hogy egyben. Leveszem ezt a Q1-et is, hogy akkor érthetőbb lesz talán. Tehát a nullának az esélye 50%, az egynek szintén 50%. Tehát ha a 10, hogyha én 10 mérést elvégzek, akkor annak a valószínűsége, hogy egybe lesz nulla, ő nem, tehát annak a valószínűsége, hogy annak a valószínűsége, hogy nullába lesz 50%, és annak, hogy egybe lesz 50%. Viszont ahhoz ugye több mérés kell. Na most szerintem csináljuk azt, hogy ezt is lemérjük. Jó. És mit húztál oda? És még egy measurementet a Q1-hez is. Tehát ugye itt is, ahogy láttuk ebben a szimulátorban, az X0 az tulajdonképpen egy művelet. Tehát itt az a Hadamard kapu, vagy akár ez az X0, az ugye Az az nak majd első megfelelő. itt. Ez egy művelet, igen. Ez pedig maga a mérés. Az M, mondjuk itt, Az M measurement. mértékével, a egyenértékű, igen. Igen. Na most legyen az, hogy ezt átállítom mondjuk egyre. Jó.
Szupravezető nélkül ez megoldható lesz valaha? Vagy elterjed valaha? Tehát ugye, hát mínusz 270, hát az ugyanez, mint a mínusz 70 fokon, jó, már kiderítették, hogy nem kell, hogy a Pfizer-BioNTech, tehát hogy azért lehetetlen lesz a technológiát így. Meg hát nem fogja az átvitel, tehát ehhez a minimum lesz a fény kábel, az üvegszál, mert ugye ott lesz, az lesz a legszűkebb keresztmetszet, ha ilyen számítási teljesítmény lesz. Akkor még mindig az út leszünk, hogy nem lesz hozzá elég gyors adattovábbítás. Még az üvegszál se fog tudni. Vannak, tehát igen, tehát most valami működik már, valami még nem, és ami működik is, annak is megvan egy kvantum zaja, amivel működik, és ugye ez a sebesség is, ez is egy jó kérdés, ugye ezek a measurement boxok, hogy tulajdonképpen ezek is mennyire lesznek megbízhatóak egy személy számítógépbe szerelt kvantum processzor esetén. Tehát igen, gondolom ott is lesz olcsóbb változat, drágább, de szerintem itt is az lesz, hogy próbálják megközelíteni a legjobb measurementet, de mindig csak egy picit javul. Nem az lesz, hogy most már tökéletesen le tudják mérni, ugye már a kvantum dolgok, kvantum világ Hibátlan. az... A komputer számítás sem az. Hát igen. Mert ugye nem működik, nem teljesen tökéletesen működik az a számítási teljesítménye, akkor nem Intelnek hívják, hanem nem Intel Pentium, hanem Intel Celeron. Ez eddig is ez a szlogunk volt. Itt állíthatjuk be, hogy hányszor akarjuk ugye lefuttatni. Ugye a maximum az 8192, most 1024 van állítva. Itt van az, hogy milyen rendszeren akarjuk lefuttatni. És itt van az, hogy a job limit, hogy egy adott időegységen belül hány darab jobot tudunk beküldeni. Tehát nem lehet az, hogy valaki bejelentkezik az IBM-hez, és akkor 2 millió Persze. Nagyon jobbal... family. Nehogy azt mondom, igen. Jó, futassuk le az ő szimulátorokon. Jó, el lett küldve, és akkor így tudjuk megnézni a jobunkat, ugyanis ez még jelenleg pending state-ben van. És egyébként jelezni fogja, hogyha lefutott a job. Addig, amíg várakozunk, addig nézzük meg ezt a kódot. Kétféle, hát jó, alapvetően sokféleképpen lehet, de itt ebben az esetben kétféleképpen lehet ugye ezt programozni, vagy Open Cosma, ami hát most így első rendezésre ilyen C-szerűnek tűnik, ugye? Vagy a Qiskit-tel, ami ugye a Qiskit-ra annyit kell tudni, hogy Python-ba programozták, és próbálták is megőrizni ezt a Python-os felületét. Tehát ez a from Qiskit, beimportáljuk ezt, stb. Utána a kvantumregiszter, ez hogy hány darab kvantumregiszterünk legyen, mi legyen a jele, hány darab klasszikus regiszter. Ja igen, ezt még nem mutattam, hogy itt lent, itt ez a klasszikus regiszter. Tehát az van, hogy a kvantumregiszterből a művelet után a measurement-tel másoljuk a klasszikus regiszterbe. Ugye? És akkor quantum circuit, és itt a pont H, ugye alkalmaztunk egy Hadamard gate-et a Q0-án, illetve egy notot, tehát X-et a Q1-en. Tehát ez, hogy circuit.x zárója Q akármisora, pont 1, az itt nekünk ugye annyi volt, hogy X1. És akkor oda be is került az érték. Vagy nem, hát ugye, hogy 10%-ba pontban estünk, ja, akkor nem. A hibó határ. De hogyha, igen, de hogyha Python-ba akarunk programozni, ha Python-ba akarjuk megadni azt a kódot, hogy a Q1-es kvantumregiszterbe beleírja, vagyis nem is beleírja, hát ezt az X műveletet végezzel rajta, akkor azt így kell megadni. És ami itt nekünk az volt, hogy most írtuk az M-eket, ugye, measurement. Az IBM-nek a Qiskit programozási nyelvén, ugye ez a Python-szerű nyelven, az úgy kell megadni neki, hogy circuit, pont, measure, és a Q1, de szerintem könnyen elolvasható, tehát a Q1 kvantumregiszter értékét írja be a C1-es klasszikus regiszterbe,
Utána a Q0-es kvantum regiszter értéket írja be a C0-es klasszikus regiszterbe. Jó? Hát egyébként vannak Ezzel itt még ilyen... végezhetők a műveletek. Igen, tehát tulajdonképpen ha mit tudom én, akarunk még egy kvantum regisztert, akkor igen, most ez itt read-only-ban van, ki is lehet kopizni, exportálni, tehát akkor itt kéne átírnunk 3-ra, és akkor utána itt még egy enter, circuit, Q2, és akkor utána ide is ezt is átírjuk 3-ra, és akkor itt a measurement-nél azt pedig kiíratjuk a kettes quantum regiszterből a kettes klasszikus regiszterbe. Tehát így tulajdonképpen így programozható a quantum számítógép kvázi Python-szerű programozás nyelven, annyi, hogy ezeket be kell importálni, ugye? De utána már ezeket az utasításokat használhatjuk is. Jó. Nézzük meg a jobjainkat. Megjött az eredmény, kaptunk eredményt. Igen. Még nem futott le sajnos. Hát igen, ez ezért jobb, hogyha úgy van, kvázi otthon nekünk van egy, amivel tudunk így játszani. Itt azért ez eltart egy darabig, de mind a mellett szerintem akkor már küldjük be ezt az igazi kvantum számítógépre is, hogy azon is fusson le valami kód. Run settings. Ó, hát ezen van esélyünk, hogy lefusson. Jó, run. Oké. Okay. Most akkor itt láthatjuk, hogy ezt még validálja. Tehát megnézi, hogy mehet-e. Ó, hát ezt nem várjuk, ez 34 perc múlva fog lefutni. Jó. Hát nagyjából ennyit tudok most így nektek dióhéjba megmutatni, mert egyrészt ez időigényes, amíg okay, a ugye jelenjét akkor beküldés. értjük. Mégis akkor a jövője, hogy ebből mit akarnak kihozni egy Annak év jól múlva, tudja. 5 év múlva, 10 év múlva, miért csinálja Kína, miért fektet bele. Tehát ugye a mesterséges intelligenciás fölény, a kvantum fölény, tehát a számítási kapacitás fölény, hogy... Figyelj, hogy a kínaiaknak lesz előbb, mint itt van az OTP-nek, akkor mindenki tegye a párnája alá a pénzét szerintem, de mindegy. Ugye itt vannak Tehát ilyen akkor várjál, ez a algoritmusok. különböző, ez nem jó. Hát kinek nem jó? Hát a kínaiak nyilván azért fejlesztik. Hát ugye a kínaiaknál ilyen nagy bányászgépek is vannak, a bitcoint is bányászak. Na, de más dolog, meg például a gépi tanulás, ahol lehet. Ja igen, a Jupitert még meg sem mutattam. Mindjárt egy pillanat. Vannak ilyen notebookok, amivel... Gondolom ezért ennek vannak ellenőrzői is, ugyanúgy, mint a génmódosítástól kezdve mindennek. Hát van ennek Hát én ellenszámla a is. CRISPR technológiát jobban félnék, mint a kvantum Hát én is, de látod, ha figyelj, számítógépektől. ha összeomlasztják a világgazdaságot, akkor... Szerintem. Bár ugye azt mondtuk, hogy most már nem érdemes háborúzni, mert amiért háborúzni kéne, régen ugye a bányáért kellett háborúzni, ma meg elég háborúzni a koponyákért, de azt meg ugye kimentik, meg eldugják, könnyebb, mint a bányát. Tehát, hogy alapjában véve nem érdemes, a háború nem jó üzlet Ja, lehet, már. hogy a Igen, ez lefutott a szimulátoros. Egy perccel ezelőtt, És akkor megjött nézzük az meg. eredményük. Igen. Let's see. Ezért mondom, hogy olyan, mint a mainframe-es időszakban. Igen, küld Azt be, légy mondja, szíves akkor. hogy... Mondták is, hogy nem is kell annyi számítógépen, hogy ugyan már, miért akar meg a Bill Gates személy számítógépe, tehát lesz egyetemenként egy, azt mindenki betelefonál, beküldi a kódját, ha olyan szintre jut. Mint a házi 4 akkumulátorod. millisekundum. 4 millisekundumig futott, és azért vártunk 5 percet. Tehát ilyesmi arányok vannak, és ez csak a szimulátorban. Na jó, de mi azt Most hiszük, ugye... ez a normál számítógépben is. Igen, na most Ennyi ugye az van, szinten. amit mondtam, hogy miután lefuttatta, mennyi volt, 1024, igen, tehát 1024-szer lefuttatta.
ugye mi a kvantum kompozerben az első futás eredményét láttuk. Tehát miután lefutott 1024-szer, utána kialakult egy valószínűség, hogy most hány százalékba, most ide kell megint visszamenjek, hogy értsetek, tehát most lefuttatom a mérést is 1024-szer, és megszámolnám, hogy melyik bit hányszor állt be azon a pozíció nullába, meg hányszor egybe, és abból csinálnék egy statisztikát, akkor jön neki ez. Tehát, hogy a nulladik, ugye a Q0 az beállt egyre, hát nem pont fordítva, tehát itt a Q0 beállt nullára 47%, tehát ennyi esetben az 1024-ben, pedig az 1024-nek az 52%-a esetében állt be egyre. És ugye amire meg rákötöttük a sima notot, ugye az azt csinált, hogy a nullából csinált egyet, és itt is nullából csinált egyet, az viszont 100%-ban. De az, hogy ezt 100%-ban állította, ezt meg kb. 50%-ban azért eredményezett két állapotot. Ez így érthető? Azért lett két állapotú, mert az egyik az 100, másik mögött 50. Hát igen, mert hogyha mondjuk visszamegyünk Ja. ide, és, egy pillanat. Ja, egyébként le is lehet tölteni. Ja, igen, ő egy kicsit át... az jó. Ja, ő kicsit megcserélte itt a sorrendet a kiolvasásnál, de mindegy, végül is. Végez egyfajta ilyen optimalizációt, hogy azért hamarabb lefussanak ezek a dolgok. Na, ezt kerestem, szerszőt kompozer. És itt volt ez. Jó. Tehát, hogyha ehelyett a not helyett, nem tudom most nekem itt miért nem akarja engedni. Na végre. Tehát ehelyett egy hadamát kaput raknánk bele, és beállítjuk a futását a... Melyiken futott? A szimulátoron gyorsan lefutott viszonylag. Hát, 1024, jó, run. Jó, elküldtük a jobot. Jó, és megnézzük a jobsoknál. Igen, tehát creator a few seconds ago. És akkor megnézhetjük, hogy ez mit fog eredményezni. Ah, most itt 30-dik vagyunk. 30-ak vagyunk. Hamarosan le fog futni a... milyen... Ennyi érdeklődő van most rá, akkor worldwide. Hát igen, látjátok ezt, hogy átalakította? Érdekes. Jó, én csak még szeretnék hivatkozni ezekre a doxokra, hogy akit érdekel, és ha a doxra kattint, így nagyon sok minden itt le van írva, ezekkel a drag and drops módszerrel, meg a programozós módszerrel, melyik hogy működik. Ezt tudom javasolni, de ezek is sok időt igényelnek így egyenként is belemélyedni ezekbe a dolgokba. Tehát például a kvantum összefonódási elv is, hogy nem tudom kinek mit mond, de... Nem, ezeket kellene elmondanod. Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy van két kvantum... Tehát van két ilyen kubitünk, tehát egy kvantum állapotú egységünk, és ha azok összefonódnak, és fogjuk, az egyiket elvisszük nagyon messze. Jaj, a távközlés, és, igen.
Igen. Tehát, hogyha ezen változtatunk, ugye, és kiolvas, tehát hú, próbálom minél egyszerűbben elmagyarázni. Tehát a kettőt egymáshoz tesszük, összefonódik, ezen változtatunk valamit, és akkor azon, hogy a másikat hiába vittük messze, akkor is ki tudjuk olvasni az értékét. Tehát ugyanazt az értéket, amikor arra van szó, hogy measurement, hogy mind a kettőt, Aha. akkor ugyanazt fogja. Ezzel még Einstein is foglalkozott egyébként, hogy ez hogy lehetséges. De lehet, hogyha beleírjuk, akkor magyarul is talán van róla valami. Igen, van magyarul is. Két objektum, igen, ez teljes nem lehet részletes. Jó, ez nagyon belemegy. Hát igen, ez a kvantum teleportáció is egy érdekes témakör. Hát igen. Tehát ez még kutatás alatt van ez a terület, de rendkívül érdekes, hogy hogy lehet az, hogy úgy fonódnak össze dolgok, hogy amikor szétválasztjuk őket, akkor is ugyanúgy viselkednek. Ez még egy igazán egy kutatott terület, de mindenképpen ez is érdekes témakör. És igen, egyébként lehet a távközlésben is alkalmazni. És ilyen összefonódás, például ez a kvantum teleportáció is például. Tehát a végtelen távolságra is. Na most ez akkor a fénysebesség, tehát a rádióhullámok sebessége fölé érünk? Vagy lényegében korlátlan Hát ezért hívják sebesség? teleportáció, mert azonnal, tehát effektív azonnal átmegy, tehát nincs Nincsen a 7 perces, vagy 2 perces késleltetés a Holdig, meg a ugyanaz. 10-20 perces késleltetés a Marsig, igaz? De ez kvantumot jelent, tehát nem fizikai anyagot. Várjál, de én úgy tudom, hogy ezt arra szánják, hogy ne legyen az, hogy 40 perc még megérkezik a válasz a beírt kérdésre a marsi Na itt van telepesnek. ez. Tehát tulajdonképpen egy ilyen, egy cénot és egy hadamárt kapu. Még a cénotot még elmagyarázom nektek, ha Ne, akarjátok. vedd föl külön, most ezekre válaszolj. Hogy ezt Igen? azért arra szánják, hogy ne legyen az, hogy egy kérdés felelek az 2-4 perc a Holdig, már nem emlékszem. A Marsig meg helyzettől függően 20-40 perc között. Egy kérdés felett. Hogy ezt ne Egyszer, csinálják. figyelj, egyszer megkérdeztek egy okos embert erről, mert én nem vagyok annyira, tehát hogy mondjam, tehát ez kvantummechanika, amiben most belekérdezel, és egyszer megkérdezték, nem tudom, talán Feynman, vagy nem tudom, valamelyiket, hogy ő szerinte, hogyha kvantum teleportálnának egy embert, akkor csak a teste kerülne át, vagy a lelke Szerintem az is. halál. Én úgy gondolom, hogy az halál. És azt mondta erre, tehát arra a kérdésre, hogy vajon a lelke is átmenne, ő azt mondta, hogy csak a lelke. Tehát, hogy ezek kvantum állapotok, ez nem fizikai anyagról beszélünk itt, hanem kvantum állapotok. Na, nem, le fog járni az időd. És el kell Igen, majd igen. mennél. Nekem most már Tudunk-e mennem kell meg. kérdezni? Hát ezt a cénotot elmagyarázom nektek, ha akarjátok. Ne, azt vedd föl külön, ezt is meg kell, hogy rágjuk. Felhasználói kérdések, tehát nézők, userek. Azt majd szépen elmagyarázgatod nekünk. Külön. Na, felhasználó kérése többiektől kérdezzek én. Egyelőre nem mer beleszólni senki se a vonalba. Lajos most, Bakai Lajos, Czap János, meglátások.
olvasmányok, eddigi tanulmányok ezekkel kapcsolatban? Akkor erre majd inkább mindenki ilyen írásban? Most nagyon behalkultak. Jó, majd ezt akkor rájuk írok, stb. Közben bárki bele lehet rabolni a szót, tehát bele lehet szólni. Figyelj, csinálok egy, én akkor én kérdezek vissza tőled, ezt felvesszük nyilván. Valaki írt. Még nem tudom, hogy most hova. Ja, egy érdeklődő, hogy most majd miért nem tudott. Csinálok egy képernyőztást én. Méghozzá, most én ezt a képernyőt, mert az egyből akkor ott kéznél van. Megosztás. Látszik egy slide, amire rá lehet kattintani. Igen, csak kicsi, de mindjárt nagyítok. Így jó. Na, következő kérdésem lenne. Ez nagyon jó, mi felvettük. Hoppá, nem lesz jó, mert nem veszi föl. Tehát nem, most át kell hoznom erre a képernyőre, ha minden igaz. Úgy, és akkor így. Így most még mindig látszik? A slide vagy? Nekem nagyjából 5 percem van még kb. Látszik a slide vagy? Én látok, ez basic programozás kártya. Antiquarium.hu webes nem egy felületet. Ugye? Megosztás, igen. Állítás. Akkor újra megosztok, tehát ez rosszul sikerült. Mert nem azt osztottam meg, mint kellett volna. Akkor azt mondja, hogy akkor újból megosztás, tehát bocsi, nem húztam át a kérget, és azt a képernyőt, amelyiket veszi is. Megosztás. Nem. Megosztás. Nem, egyszer fakázű vagyok. 5 percet van, de ezt akkor is megmutatom. Ugye most ez a képernyő kell, ahol a Messenger hívás zajlik. Igen, ezt kell megosztanom. Bocsánat. Na, itt van. És itt van a jegyzetek, vetítés. Elkezdődött. Na, ezt szeretném kérdezni. Tehát föltettük ezt, ugye örülünk, hogy ennyien vagyunk. Rögzítettem egy-két kérdés lehetőséget. Ugye egyrészt akkor ebbe gondolkodunk majd, hogy ugye ezt mondta róla Lucifer a teremtésről, de a game monopáció gondozás úgy néz ki, erre is igaz, hogy az ember, ha egyszer ezt ellesi, akkor vegykonyhájában ő is megteszi. Hát ugye ez a kvantum számítógép. Na most az a kérdésem, hogy van nekünk ilyenünk, te úgy néz ki, hogy Watsonnal jóba vagy. Volt, aki megnyerte a Jeopardy-t, ugye ez a szuper számítógépük, ott most hirtelen elfelejtettem, melyik településen tartják ott, ahol a szökőár volt. Van nekünk egy ilyen kis robotunk, de nekünk nem sikerült rajta éleszteni, hogy a Watsontól lehessen kérdezgetni, és ő képernyőre kiírja, hogy kapcsolatban legyen. Ha ezt elpostáznám neked, neked van kedved ezzel utána olvasni, hogy ez a TJ-bot? Mert elméletileg ezt Magyarországon is megcsinálták páran, nekünk ez megvan, össze van rakva meg minden, de valamiért nem kommunikált ezzel a Watson Assistance-el, ami általában még okosabb, mint meg ugye jó lett volna demonstrációnak, hogy ilyen is van, mert nekünk nem volt kommunikációja. Ez egyik kérdésem, ezen majd elgondolkozok. Kettő. Mivel programozzátok? JTAG-gel, vagy soroson, vagy ez ne, milyen? Föl kellett csatlakozni ugyanúgy az IBM felületére, és akkor ő az IBM-en keresztül megvan leírás, hogy hogyan kellett őt becsatolni, és utána hangparancsokkal, mint a Google Assistant. Jó, küldjed ezt, te megnézem. Na, küldök róla a videót. Kettő. Ha valaki most veszi, vagy a videót nézi, nekem ez egy nagy álmom lenne, és most elszúrtam ezt a dolgot, mert a múlt héten még eladó volt, most meg már nem. Ez a kártyacsomag. Neked ez nincs meg. Az basic. Csak töredékesen van meg, nem az összes kártya. Ez arról szól, hogy mindenféle játékot lehet játszani a kártyacsomaggal, de ez basic. Halló? Megvan ez neked? Halló, hallasz? Hallak, én hallak. Nekem nincs, de antikváriumokban nincs, meg lehet megnéztem, kérdezni. Megnéztem, az a baj, elszúrtam, múlt héten fönn volt, most már nincsen. De nekem elég lenne befotózva, ha valaki befotózna a kártyákat meg a könyvet, mert nem az lenne a lényege, hogy ez most basicben létezzen, ennek az lenne a lényege, hogy ez Pitonra át legyen állítva a játék. Persze. De ez az egész kártya sor át legyen Pitonra állítva. Voltak itt print parancsok, inputok, stb. Tehát az egészet mi ketten átgondolhatnánk,
hogy hogyan lehet. Most még megnézem, lehetséges, hogy nekik megvan például, és akkor befotózzák a kedvemért, vagy a hiányzó kártyákat, meg a könyvet. Én egyelőre nem tudtam ezt, Encore meg ilyen helyeken néztem, és hülye voltam a múlt héten, még meg lehetett volna 1800-ért rendelni, nem léptem a dolog ügyében, mert mondom, hát ha megtalálom letöltésre, vagy lefotózásra. Tehát az Asbizik több helyen is néztem, de sajnos már nem látom eladónak. Van hozzá játékfüzet, meg egy programozási könyv, és akkor ugye játékokon keresztül oktatja kártyázva a Basic-et, de ezt át lehetne majd gondolni az egészet Pitorra. Na most még egy dolgot odahúzok ablaknak, és akkor az jó lesz zárásnak erre a képernyőre. Méghozzá, tehát a következőt viszem át. Tehát ugye így kell akkor rákeresni, hogy IBM TJBot, ugye tető, az, ez meg van építve, csak nekünk 3D nyomtatottan még a nem tudom, az a Málna PC-ból lett annó megrendelve a 3D nyomtatott cuccok, és gyönyörűen így be van kötve. Én próbálkoztam végigcsinálni, ezek a videók, nem ment. Jó, ő az. Jó, megnézem, persze, csak meg az idő, ami tudod, nagyon kevés. De igen, majd és még akkor azt akartam még megmutatni, hogy van nekünk akkor egy olyanunk, remélem, azt nem kapcsoltam le, de nem, akkor majd itt biztosan kihozza, hogy a Dr. Benkő beszélgetések. Itt van. Előadások. Na és akkor ez zárszónak olyan szempontból jó, mert tudom, hogy menned kell, hogy én kitaláltam, ugye most egyre több ember jelezte, hogy azért majd alkalomattán benéz. Máté most vizsgára készül, és így tovább. Várni László fizika tanár. Még Évát is majd meg fogom fűzni, hogy a matek fizika, matek orosz infósként egy kicsit esetleg egyszer belépjen. De hogy témákat találjunk, én ezt kiosztottam a chatbe, ezt a tiny URL per ez a kód, de kiadtam. Lehetne ide feliratkozni, én csak ötletnek írtam be címeket, de nyilván ezeket azt mind lehet úgy törni, meg úgy írja át, hogy gondolja. Jó, és akkor lenne egy esetleg egy menetrendünk, hogy mikorra milyen dolgok várhatók. Például Csabával értekeztem, hogy ő tényleg szívesen csinálni, mert ez a szakterete, hogy a kőolaj, az olajipar jövője. Hogy lesz annak helye a vegyiparban, és így tovább. A gyerekek nem tudják annyira. Jó? Ennyit akartam én. Te mondhatod a zárszót. Hát köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, és úgy gondolom, hogy hát pár évtizeden belül azért lesz jövője a kvantum számítás technikának, és érdekes dolgok is jöhetnek ki belőle. Tehát, azt ígérem, hogy rá fogom motiválni a gyerkőcöket, hogy aki tudja, az legalább idáig kövesse a videót. Esetleg egyet, hogyha csinálsz egy pluszot, azt mondtál, hogy csinálsz egy éskaput, vagy kaput, akkor azt esetleg... Célnat kapu... Na, te nagyon fogadod egyszerű, úgy, igazából. Hogy ezzel az Apoversoft online screen recorderrel felveszed és elküldöd. Vagy a saját screen recorderrel. Jó, megbeszéljük, mert csak tényleg bennem kell mondani. Legjobbakat kívánunk, köszönjük, hogy itt voltál szép velünk. Jövő napot, héten sziasztok. Akkor szervezzük, köszönöm. Szerda, csütörtök, meglátjuk majd. Jó, sziasztok. Sziasztok mindenki. Bucs, bucs. Jó, én rakom föl a videót. Ez egy ilyen speciális, keskenyebb téma volt. De jó volt, hogy beleláttunk, nekem nagyon tetszett, és még jól jött, találtunk rá olyat, aki viszont nagyon belemászik majd, hogyha meglézi a videót. Úgyhogy viszlát mindenkinek, viszlát vissza a legközelebb. Jó. Akkor ezt zárom.